Hozéd, de Elenkár, mágiák az őserdőben. Első rész, 8. fejezet. Minden elpihent, csak olykor, amikor a szél süvítése kissé alább hagyott, hallatszott a kalandorok lakta épület felől elfojtott hangok zaja. Három férfi tartózkodott a házban, akiket ugyan messze elválasztott egymástól jellemük, helyzetük és származásuk, de összekapcsoltak közös gondolataik. Lépjünk csak be a nagy terembe, ahol éppen vacsorázik a 36 kalandor Dom Antonio de Maris legénysége. Nagy, hosszú asztal körül ültek, és javában fogyasztották a bőséges vacsorát, kupáikkal ürítgették a csapra vert hordók tartalmát. Az étkezés már jó fél órája folyt, és kezdetben nem hallott más, mint a jóízű csámcsogás, a villág zenéje a tányérokon és a csontokon. Később valamelyik kalandor feldobott egy szót, az körülfutott a többiek között, valaki válaszolt rá, a válasz újabb választ hívott ki, még az asztaltársaság hangosan egymás szavába vágva, kiabálva és kacagva beszélgetett. Ebbe a hangzavarba egyszerre csak belekiáltott valaki. Hát te, Loredano, szót sem szólsz? Itt vagy ugyan, de szabad sem hallani. A tiszta igazságot mondtad, bentosszimo es, replikázott egy férfi. Ha csak nem az éjség tett lakatot a szádra, valami más bajod lehet, messzer italiano, olasz lovag uram. Esküszöm az Istenre, Martin Vaz, tódította egy harmadik, hogy egy lány miatt lógatja az orrát, aki nem hajlott a kérésére San Sebastianban. Rendje pokolba, Ruiz Soeiro. Azt hiszed, Loredano, afféle ember, aki sokat törődik valami kis ringyóval? És miért ne, Vasco Alonso? Mindnyájan ugyanazon cipőben járunk, és csak az a kérdés, kit hogyan szorít. Ne ítéljetek meg mást is a magatok gusztusa után, szoknyavadász uraim. Vannak emberek, akik egyébre is gondolnak, mint széptevésre és gálás kalandokra. Az olasz némasága nem tört meg semmilyen ugratásra, és azt is szórakozottan tűrte, hogy a többiek berángassák a táncba. A vak is láthatta, hogy agyában egészen más gondolatok forognak, és hogy nem tud szabadulni tőlük. Az Istenért már, szólt rá Bentos Simoes, beszélj arról, mit láttál az úton, Loredano. Fogadok, hogy történt veled valami. Higgyétek el, amit mondok, kiabált bele ismét Ruiz Soero. Messzer Italiano szerelmes. De kibe? Kérdezték többen össze-vissza. Azt könnyen kitalálhatjátok, hát abba a csinos hordócskába, amelyik vele szemközt áll. Nem látjátok, milyen szerelmes pillantásokkal méregeti? A kalandorok hatalmas hahotázásban törtek ki, tapsoltak és az asztalt csapkodták. A terem ajtajában megjelent Aires Gomez alakja. Hé, legények! Szólt olyan hangon, mely egyszerűen csöndet parancsolt a hangoskodókra. Túlságos a lárma. Ez az érkezésünk napja, fegyvermester uram, ezt ne feledd! Vágott vissza Ruiz Soero. Ma nagyon szigorú vagy, Aires Gomez uram, tette hozzá Martin Vaz. Aki a parancsot kiadja, tudja, mit csinál, nekünk pedig az a kötelességünk, hogy engedelmeskedjünk, torkolta le a fegyvermester. Ohó, miért nem ezzel kezdted? No, akkor most már tudjátok, jól ügyeljetek, mert lehet rövidesen akadt tennivalónk. Csak rajta, kiáltott fel Bentos Simoes, már úgyis elegem van a csirke és disznóölésből. És ugyan kinek a tiszteletére égetünk el hamarosan néhány font uskaport? Kérdezte Vasco Afonso. Nem is sejted? Ugyan ki mások jönnének ide fegyvertáncra, mint az indiánok? Loredano felfigyelt. Miket beszél? Feltételezi, hogy az indiánok valóban megtámadnak bennünket? Né, csak messzer Italiano is feltámadt. Csupán az óra alá kellett tartani az éget rongyot. Kiáltott fel Martin Vaz. Aires Gomez jelenléte azonban mérséklően hatott a kalandorok féktelen jókedvére, és csak hamar valamennyien kitakarodtak a teremből, magára hagyva a lakomasztalt és a hordókat. Hármasban maradva Loredano is felkelt székéről, és intett Ruiz Soero és Bentos Simoes felé, hármasban indultak el a terem kiárata irányába. Odaérvén az olasz csupán egyetlen szót súgott a másik kettő fülébe. Holnap. Aztán, mint a mit sem tudnának egymásról, a két kalandor folytatta útját az alvóház felé, és hagyta,
hogy Loredano maga menjen a szakadék felé. A szemközti oldalon gyönge világosság látszott. Az olasz tudta, hogy a pici fény Cecília szobájából ered. Megállt és várakozott. Álvaro, miután elvált Cecíliától, szomorú volt a visszautasítás miatt, noha a lány utolsó szava és mosolya némileg megvigasztalta. Miközben áthaladt a térségen, mely elválasztotta őt a lány szobájától, tervet eszelt ki, és erős elhatározásra jutott. Egy ékszeres dobozkába kicsiny selyem erszényt helyezett, majd felöltötte köpenyét, és megkerülvén a házat, belépett a kicsi kertbe, mely szemben volt a lány szobájával. Ő is észrevette a gyöngefényt az ablakban, és csak arra várt, hogy az éjszaka mélyüljön, és az egész ház álomba merüljön. Míg ezek történtek, Peri is megérkezett terhével a ház közelébe, a kiskunyóhoz. Fogját aztán letette a folyóparton, sőt, egy fához kötötte, és a lány ekkor pillantotta meg, amikor belépett a kiskunyóba. Két napja nem látta már kis úrnőjét, első gondolata tehát az volt, hogy mi hamarabb viszont lássa Cecíliát, vagy legalábbis az árnyékát. A kis kunyhóba belépvén ő is, akár csak a másik kettő, azonnal megpillantotta a lány ablakából kiszűrődő gyönge világosságot. Fellendült az egyik fa ágai közé, és ügyes mozdulatokkal előre tornázta magát a hosszú ágon, majd elrejtőzve a lombok közé, egészen annak az ágnak a végére kúszott, mely Cecília ablakára hajolt. Ezekben a percekben érkezett oda, egyik oldalról Loredano, a másikról Álvaro, és megálltak egymásról mit sem tudva a kert két végében. Peri eleinte csak arra figyelt, ami a szobában történik. Cecília egy pillantást vetett a Rio de Janeiro-ból érkezett dolgokra, még egyszer megsimítva kezével a tárgyakat. Az indián néma csodálata közben minden másról megfeledkezett. Arról, hogy az alatta tátongó szörnyű mélység egyetlen hibás mozdulatára elnyelheti őt örökre, megfeledkezett az egész világról maga körül. Boldog volt, mert viszont látta úrnőjét. Cecília vidámnak, elégedetnek és boldognak tűnt. Így hát ő is nyugodtan térhetett pihenőre. Valami mégis elszomorította. Látva a pompás tárgyakat, melyeket úrnője a kezében forgatott, arra gondolt, hogy ő ugyanaz életét odadobhatja érte, de ilyen gyönyörű holmikkal sohasem tud kedveskedni neki. A szegény benszülött felnézett az égre, és szomorúan vizsgálgatta a csillagokat. Beszívesen lehozta volna valamennyit a mennyboltról, hogy kis úrnője lába elé rakja. 9. fejezet. Szerelem. Az ablak függönyei összezárultak, Cecília ágyba tért. Nem messze az ártatlan leánytól három mély szenvedély virrasztott, három egymástól teljesen különböző szív dobogott. Loredano, a közönséges kalandor szíve, égő vágyakozással volt tele, a gyönyör szomja gyötörte, láz perzselte a vérét. Ennek a féktelen férfinak brutális ösztönét még csak szította az a tudat, hogy soha fel nem emelkedhet a lányhoz, hogy örökös gát feszül közte, az egyszerű gyarmati katona és a gazdag nemes úr Dom Antonio de Mariz lánya között. Ahhoz, hogy ezt a gátat széttörje maga és a lány között, valami rendkívüli eseményre lett volna szükség, mely alapjában változtatta volna meg a kor szigorú társadalmi törvényeit. A kalandor jól tudta ezt. Olasz lelke talán már álmodott is ennek az eszménynek a valóra válásáról. Akárhogyan is volt, tény, hogy ott várakozott, és várakozva vérasztott kincse fölött, és pedig csodálatra méltó lelkesedéssel és kitartással. A Rio de Janeiro-ban töltött 20 nap igazi büntetés volt számára. Álvaro, a karcsú és udvarias lovag, nemes és tiszta érzelmekkel viseltetett a lány iránt. Ez az érzelem csupa bájos félénkség volt, mely lovagi lelkesedéssel párosult, és ez olyan költőivé tette a szerelmet abban a korban. Boldog volt, ha Cecília közelében lehetett, láthatta piruló arcát, s a szűzi pirulásból szép reményeket meríthetett. Ezen az éjszakán olyan lépésre szánta el magát, mely a szemében ifjúi félénksége előtt valóságos,
leánykérésnek tűnt. El akarta helyezni Cecília ablakában az ékszerdobozba rejtett kicsi selyemkendőt, és aztán másnap meg akarta látni, megbocsátja-e merészségét Cecília, és megtartja-e ajándékát. Peri vallásos, fanatikus bálványimádóként fordult Cecília felé, és érzelmeiben az önzésnek legkisebb nyomát sem lehetett volna felfedezni. Szerette Cecíliát, de nem gyönyört vagy kielégülést várt ettől a szerelemtől. Az ő szerelme egyenlő volt a teljes odaadással, a feltétlen szolgálattal, a törekvéssel, hogy valóra váltsa a lány minden vágyát, hogy egyetlen olyan gondolata se lehessen Cecíliának, mely ne teljesülne, még mielőtt végig gondolta volna. Ellentétben a másik kettővel, ő nem állt a lány ablaka alatt, sem nyugtalan féltékenységből, sem nevetséges reményeket táplálva. Csupán azért kockáztatta meg az életveszélyt, hogy lássa, elégedett-e Cecília, arcán boldogság és vidámság honol-e. Ennyire különböző arculatú volt tehát a szerelem ebben a három különböző lélekben. Az egyik szenvedélyben égett, a másik őrült módon kívánt, a harmadiknak ez a szerelem volt a hitvallása. Loredano birtokolni akart, Álvaro szeretett, Peri imádott. A kalandor az életét adta volna vágya beteljesüléséért, a lovak szembeszállt volna a halállal is, egyetlen édes pillantásért. A vadember, ha kell, meg is ölette volna magát, csak hogy Cecíliát mosolyogni lássa. Az olasz egyetlen pillanatra sem vette le tekintetét a lány ablakáról, figyelte a függöny rezdüléseit, a fény imbolygását. Hirtelen összerezzent. Az ablak kis fénykörében egy mozgó árnyékot vett észre. Semmi kétség, egy ember közeledett az ablakhoz. Az olasz elsápadt, s a meredői szélére dőlve, égő szemmel és összezárt fogakkal követte az árnyék minden moccanását. Egyszerre csak azt látta, hogy egy kar kinyúlik, és egy kéz elhelyez valamiféle tárgyat az ablak párkányán. A tárgy olyan kicsi volt, hogy nem tudta felismerni. Az ember alak köpenyének hosszú ujjáról azonban tüstént rájött, hogy a kinyúló kar Álvaro lovak karja. A kar kisvártatva visszahúzódott a fénykörből, majd az alak is eltávozott az ablak közeléből. Alig tűnt el az ifjú, alig haltak el léptének visszhangjai, az olasz elmosolyodott. Kihúzta tőrét és beledöfte a falba, olyan távolságban, amennyire csak a fal hajlata engedte. Erre a bizonytalan támaszra bízva magát kezdett el kúszni a meredély szélén, a lány ablaka felé. A legcsekélyebb habozás és bizonytalanság elegendő lett volna ahhoz, hogy lépten meginogjon, céltévesszen, és abban a másodpercben belehújjon a mélységbe. Miközben mindez végbe ment, Peri nyugodtan üldögélt az olajfa egyik ágának lombozata közé rejtezve, és mozdulatlanul figyelte a történendőket. Amióta Cecília behúzta ablaka függönyét, az indián érdeklődéssel kísérte a két embert. Várta, mi fog történni, elszánva arra is, hogy a szükséges, habozás nélkül ráveti magát a merénylőre, és vele együtt hull a mélységbe. Világosan felismerte mind Loredánót, mind Álvarót. Régóta tisztában volt az ifjú lovak szerelmével Cecília iránt, de Loredano szenvedélyéről eddig sejtelme sem volt. Mit akarhat ez a két ember? Mit keres itt ebben a késő és csöndes éjszakai órában? Peri csodálkozva figyelte mozdulataikat. Aztán Álvaro akciója részben felfedte előtte a titkot, és Loredano mozdulatai a többit is megértették vele. Az olasz odaért az ablakpárkány alá, és egy ügyes mozdulattal meglökte a kis tárgyat, amit Álvaro ott hagyott. Az belehullott a szakadékba, aztán, ahogy jött, visszatért az udvarra, élvezve gyerekes bosszúja örömét, mert előre tudta, mi lesz tettének következménye. Peri meg sem moccant. Éles eszével azonnal felfogta az egyik férfi szerelmét és a másik féltékenységét, és vademberi értelmével, fanatikus imáratával rögtön meg is formált egy gondolatot, mely igen egyszerűnek tűnt előtte. Ha Cecília úgy fogja ítélni, hogy mindennek így kell lennie, így helyes, akkor a többi nem rá tartozik. De ha mindaz,
aminek az imént tanúja volt, a legcsekélyebb szomorúságot okozza neki, egy pillanatra is elhomályosítja kék szeme ragyogását. No, akkor egészen másképpen áll a dolog. Akkor mindent feláldoz azért, hogy a bánat felhője eltávozzék úrnője arcáról. Ebben a gondolatban megnyugodva tért be a kunyhóba, és mély álomba merült. Álmában a hold fehér sugarat küldött hozzá azzal az üzenettel, hogy védelmezze a földön élő lányát. A hold valóban a fák koronája fölé emelkedett, és ezüst fényjel szórta be a nagy ház homlokzatát. Ha most valaki a kert végéből közeledett volna a ház felé, egy másik emberi alakot vett volna észre, mely mozdulatlanul meghúzódott a kapuboltozat homályában. Izabel volt. Vérasztva töprengett ott, és időnként letörölt arcáról egy-egy könycseppet. Szerencsétlen szerelmére gondolt, a lelkében szunnyadó édes emlékekre és reménykedésre. Ez a délután igazi mártíromság volt számára. Látta, amint Alvaro beszélgett Cecíliával, és szinte tudta minden szavukat. Néhány pillanattal korábban észrevette az ifjú lovag megjelenését Cecília ablakában, és kitalálta jövetele értelmét is. Ajkai időnként megremegtek, és ezeket a szavakat ismételték. Ó, ha tudtam volna! Kebléből aranyfiolát vont elő, melynek kristálykupakján egy hajfürt volt látható. Mi lehetett abban a fiolában? Micsoda erő, micsoda hatalom, hogy attól kiáltás hagyta el Izabel ajkát, és fekete szemében villámok cikáztak. Talán valami titok, valami rettenetes titok, mely egy csapásra megváltoztatja a dolgok ismert arcát, és felidézi a múltat, szétszúzva a jelent. Valami mesés, felméretetlen kincs, hogy kísértésének az emberi természet képtelen ellenállni? Vagy hatalmas és legyőzhetetlen fegyver, mely ellen nincs védelem, ha csak a gondviselés nem lép közbe csodatevően? Az üvegcsében kurál reppor volt. Ez a vadak rettenetes mérge. Izabel szinte önkívületben szorította ajkát a fiola kristálykubakjára, aztán viharos zokogás tört fel kebléből. Anyám! Anyám! Tizedik fejezet. Hajnal. Másnap véredatkor Cecília kinyitotta a kertkaput és a kunyóhoz közeledett. Peri! Szavára az indián megjelent a kunyó ajtajában, tartásába vidámság, félelem és alázat vegyült. Cecília leült egy kis padra. Nagy nehézség árán sikerült szigorú kifejezést erőltetni arcára, de ezt unosuntalan megtörte az ajkai körül játszarozó mosoly. Egy pillanatra az indiára függesztette nagy kék szemét, melyben enyhe szemrehányást tükröződött. Végül inkább panaszosan, mint szigorúan így szólt. Nagyon haragszom Perire. A vadember arca elkomorult. Te, úrnőm, haragszol Perire, és vajon miért? Mert Peri rossz és hálátlan, ahelyett, hogy úrnője közelében maradna, vadászni megy, és az életét kockáztatja. Ceci élő jaguárt akart látni. Hát mert a szemöldökömet sem rándíthatom meg, elég, hogy félig kijelcsek valamit a számon, és te már is rohansz utána, mint valami bolond. Ha Ceci szépnek talál egy virágot, Peri nem megye utána, hogy megkeresse. De bizony. Ha Ceci énekelni hallja az aranytólú szofrer madarat, Peri nem jár-e utána a madárnak. Mit akarsz ezzel mondani? Ceci jaguárt akart látni. Peri elment és keresett egyet. Cecília nem állhatta meg, hogy el ne mosolyodjék az indián egyszerű szillogizmusának hallatán, melynek Peri tömör beszédmodra bizonyos eredetiséget, sőt költői szint kölcsönzött. Azonban el volt számva, hogy szigorú lesz, és megdorgálja Perit az ijegységért, amit távol létével neki okozott. Ez nem magyarázat. Talán bizony egy vadállat is csak annyi, mint egy madár, vagy úgy szerik, mint a virágot szokás? Minden egyforma, ha neked örömet okoz, úrnőm. Hát akkor, kiáltott fel a lány türelmét veszve, ha azt a felhőt kérném tőled, és a sápat hajnalban az égen úszó pára csomókra mutatott. Peri elhozná neked. A felhőt? Kérdezte a lány rácsodálkozva. Igen, a felhőt. Cecília kezdte azt hinni, hogy az indián eszét vesztette. Peri folytatta. Csak mivel a felhő nem földi dolog, és így ember nem érintheti,
Feri meghalna, és elkérné a felhőt az ég urától, hogy Cecinek adhassa. Mindezt a legtermészetesebb hangon jelentette ki. A lány, aki egy pillanatig kételkedett Peri épelmélyűségében, hirtelen megértette e bárdulatlan lélek finomságát. Többé képtelen volt szigorúságot mutatni, arcán bájos mosoly fény lett fel. Köszönöm, én jó Peri, hű és igaz barát vagy, de nem akarom, hogy szeszélyeim teljesítésével az életedet kockáztas. Őrizd meg jól, hogy ismét megvédhess, mint annak idején. Úrném már nem haragszol Perire? Nem, bár haragudnom kellene, mert Peri tegnap nagyon megszomorította úrnőjét. Azt hittem, meghaltál. És Ceci szomorú volt ezért? Kiáltott fel az indián. Ceci sírt, válaszolta a lány bájos ártatlansággal. Bocsásson meg, úrnőm! Nem csak megbocsátok, de még meg is ajándékozlak. Beszaladt szobájába, és kihozta onnan a gyönyörű pár pisztolyt, melyeket Álvaro hozott neki Rio de Janeiroból. Szeretnél ilyet? Nagyon. Akkor tessék, ne hagyd el ezeket soha, hogy mindig rám emlékeztessenek. Így lesz? Ó, előbb hagyja el a nap Perit, mint Peri őket. Ha veszélybe kerülsz, emlékezz rá, Cecília azért adta ezeket neked, hogy védjenek, oltalmazzák az életedet. Mert ezek a tieid, ugye, úrnőm? Igen, az enyémek, és azt akarom, hogy őrizd meg őket nekem. Peri arcán mérhetetlen öröm ragyogott, kifejezhetetlenül boldog volt. A pisztolyokat övébe dugta, és fejét büszkén emelte magasra. Isabel lépett a kertbe. Szegény egész éjszaka vírasztott, arcán még ott voltak a könnyek nyomai. Nem nézett az indiára, az sem őre áll. Kölcsönösen gyűlölték egymást. Olyan ellenszem volt ez, mely első látásra született meg bennük, de napról napra fokozódott. Peri, szólt Cecília, én és Isabel most fürödni megyünk. Peri elkísérjen téged, úrnőm? Igen, de csak azzal a feltétellel, hogy nyugodt és békés marad. Az volt a szokás, hogy valahányszor a két lány fürödni ment a folyóba, rendszerint vasárnaponként, Peri magához vette íját, mely kezében rettenetes fegyver volt, elment a part egy távolabbi részére, ott leült egy felmagasodó sziklára, vagy valamelyik magas fa ágára, és ügyelt, nehogy bárki is nyíllövésnyire megközelítse a partot. 11. fejezet. A jaguár. Hagyjuk most magukra a lányokat és Perit, és nézzünk körül a nagyház udvarán. Alig tűnt el az erdőben a kis társaság, nyílt a ház ajtaja, Loredano lépett ki rajta. Körülnézett, majd gyors léptekkel eltűnt maga is a vadonban, más irányt követve. Néhány pillanattal később Ruiz Soero alakja jelent meg az ajtóban. Ő is körülfigyelt, aztán eltűnt a fák közt Loredano nyomdokain. Kisvártatva Bentosimo ezt követte őket. Az udvar elnéptelenedett. Fél óra telt el. A ház valamennyi ablaka tárva nyitva, hogy a szobák magukba fogadhassák a friss reggeli levegőt és a vadon pompás illatait. A kémények körül lebegő füst jelezte, hogy a mindennapi házi munkák is megkezdődtek. Egyszerre csak kiáltás hangzott fel a ház belsejében, aztán az összes ajtót és ablakot olyan sebesen zárták be, mint a váratlanul ellenség támadt volna a házra. Az egyik félig nyílt ablak keretében megjelent Donna Lauriana alakja, sápat volt, haja is zilátnak látszott, ami egészen szokatlan dolog volt nála. Aires Gomez, a fegyvermester, hívják Aires Gomez-t, azonnal jöjjön ide! Kiáltozott a hölgy. Az ablak ezzel zajosan bezárult. Aires Gomez hamarosan előkerült, és a verandán át a házhoz igyekezett, nem értve, hogyan lehet az, hogy a nap oly magas állásakor az egész még aludni látszik. Hivatott? Kérdezte kifulladva, amint az ablakhoz érkezett. Igen, van önnél fegyver? Kiáltotta Donna Lauriana az ablak mögül. Itt a kardom, de mi baj van? Donna Lauriana zilált feje ismét kihajolt az ablakon. A jaguár, Aires Gomez, a jaguár! A fegyverhordozó hihetetlen nagyot ugrott, azt hívén, hogy a fenevad már is a nyakába esik. Kirántotta a kardját, és védekező állásba helyezkedett. A hölgy a férfi mozdulatára azt hitte, hogy a jaguár már is az ablak alatt jár. Térdre esett hát, és sebes fohászt mormolt a fenevad ellen óvó védőszenthez. Így telt el néhány perc,
Donna Lauriana imádkozott, Aires Gomez kivont karddal járt körbe az udvaron, de amúgy féloldalazva is egyben, nehogy az állat hátulról törjön rá, mert ez nem csak szégyen lett volna egy maga fajta fegyveres vitéz számára, de egyben kifejezetül káros hatást gyakorolt volna egészségi állapotára is. Végül is lépésről lépésre sikerült elérnie az épület falát, és ott aztán megvetette a hátát. Ettől tökéletesen megnyugodott. Előtte egyelőre tiszta volt az udvar, az ellenségnek se híre, se hamba. Akkor a kard markolatával megzörgette az ablak zsaluját, és fennhangon így szólt. Megmagyarázná nekem, miféle jaguárról beszélt, Donna Lauriana? Lehet, hogy vak vagyok, de én ilyesfajta állatnak még az árnyékát sem tudom felfedezni sehol. Egészen biztos ebben, Aires Gomez, rebegte a hölgy, kissé kidugva az orrát az ablaknyíláson. Persze, hogy biztos vagyok. Egyébként győződjön meg róla a saját szemével. Valóban, de hát akkor merre lehet? Itt kell lennie. De miért akarja erőnek erejével, hogy itt egy jaguár tartózkodjék, Donna Lauriana? Fortyant fel a fegyvermester, már kissé türelmét vesztve. Hát nem tudja, sikoltott fel a hölgy. Mit kellene tudnom, asszonyom? Az, hogy az az ördögi indián nem átallott egy élő jaguárt hozni a házamba tegnap. Kicsoda? Az a kutyafik kacika? Ugyan ki más, mint az a veszett kutya. No, ez a cselekedet is rával. Hát látott már ilyet, Aires Gomez. De nem ő a hibás. Ugyan meddig tűri még Szenyor Mariza háznál ezt a mákvirágot? És mi történt a fenevaddal, Donna Lauriana? Valahol erre kell lennie. Kutassa fel, Aires Gomez. Kutasson át minden zugot, ölje meg a bestiát, és hozza ide elém. Vegye olybá, hogy már végre is hajtottam, válaszolta a fegyvernök, és futásnak eredt, már amennyire nehéz bőrcsizmái engedték. Kisvártatva 20 fegyveres csörtetett le a veranda lépcsőjén. Aires Gomez léptetett az élükön, jobb kezében egy óriási lándzsát szorongatott, baljában kardját lengette, de még egy tört is szorongatott a fogai között. Pecserkészték az egész földet, tűvétették az erdőt, és már reményt veszve ballagtak vissza az udvarra, amikor Aires Gomez hirtelen megtorpant és felkiáltott. Hely, legények! Tüzeljetek, mielőtt még ugrana! Semmi kétség, az egyik fa lombozatak közül kilátszott a bestia fekete-sárga pettyes teste, szeme gonoszul villogott a levelek között. A kalandorok arcuk elé emelték flintáikat, de abban a pillanatban, amint meghúzták volna a ravaszt, hatalmas haótázásban törtek ki, és fegyvereiket leengedték. Mi történt? Talán féltek? És a rettenhetetlen fegyvermester, ügyet sem vetve a többiekre, vitézül odalépett a fák alá, és szemtelenül belebámult a jaguár szemébe. Akkor aztán a meglepődéstől szinte a földbe gyökerezett a lába. Az állat egy vastag ágon függött, nyaka a vastag kötél hurokjába került, mely az állat súlyától megszorult. A bestia a szószoros értelmében felakasztotta magát. Míg élt, egyetlen ember elég volt ahhoz, hogy a Paraíba mellett elejtse, és aztán a vállán elhozza egészen addig a helyig, ahol tragikomikus körülmények közt lehelte ki páráját. Kimúlta után, aztán annál nagyobb riadalmat okozott, fegyverbe szólított 20 állig felfegyverzett bátor harcost, és valóságos forradalmat keltett Donna Lauriana házánál. A meghökkenés első perceinek elmúltával Aires Gomez átmetszette a kötelet, és a döglött vadat maga után vonszolva odaterítette az úrnő lába elé. Miután biztosították a hölgyet, hogy a jaguár végérvényesen kimúlt, kitárult a ház ajtaja, kilépett rajta Donna Lauriana, kissé még ziláltan, és reszketve méregette a vadállat testét. Hagyják csak itt! Dom Antonio, hadd lássa a saját szemével! Igazi corpus delicti volt ez számára, melynek segítségével súlyos vádat kívánt emelni férjénél, Peri ellen. Donna Lauriana már több ízben megkísérelte rávenni férjét, hogy üzze el a háztól az indiánt, akit sehogy sem szenvedhetett, mert a puszta látásától is elsápadt. Eddig azonban minden erőfeszítése meghiúsult. A fidalgó a maga törvényszeretetével és lovagiasságával méltányolta Peri jellemét, és bár az ő szemében is vadember volt, nemes érzelmekkel telt, nagy léleknek tartotta. Mint családfő, méltányolta az indiánt azért is,
mert egy alkalommal, mint már említettük, megmentette a lányát. Ezúttal Donna Lauriana mégis úgy érezte, ő fog győzni. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy a férje szigorúan meg ne büntesse ezt a vétket. Valaki a vadonban elevenen elfogjon egy jaguárt, és aztán idehozza a házba. Mit számított ehhez képest az, hogy egykor megmentette egy személy életét, hiszen most egy egész család életét tette kockára, mindenek előtt az övét. Gondolatmenetét éppen akkor fejezte be, amikor Dom Antonio de Maris megjelent az ajtóban. Megmondaná asszonyom, miféle lárma ez, és főképpen, hogy mi az oka? Ott az oka! Kiáltott fel Donna Lauriana, és diadalmas mozdulattal mutatott a döglet fenevadra. Csinos jószág, jegyezte meg a fidalgó, és csizmája órával megbögdöste a jaguár farát. Ó, ön ezt csinosnak találja? Nem tudom, hogyan fog vélekedni, ha elmondom, ki hozta ide a házba. Lett légyen akárki, ügyes vadász, annyi szánt, tette hozzá az öreg nemes, és arcán őszinte elismerés tükröződött. Nem látni rajta egyetlen sebet sem. Nos, ez az egész annak az istentelen caboszlónak a műve, Señor Maris, vágta ki diadalmasan Donna Lauriana frontális támadásba lendülve. Ó, kiáltott fel nevetve a fidalgó, ez hát az a vad, melyet Peri tegnap üldözőbe vett, és amelyről Álvaro is említést tett? Igen, és élve hozta ide, mint valami mókust. Élve? De hiszen az lehetetlen. Hogy volna lehetetlen? Néhány pillanattal előbb végzett vele Aires Gomez. Aires Gomez megmozdult, hogy tiltakozzék, de a ház úrnője egyetlen mozdulattal hallgatást parancsolt rá. Az öreg nemes lehajolt, és két fülénél fogva felemelte az állat fejét és felsőtestét. Amint közelebbről megvizsgálta a testet, nem talál-e rajta mégis golyónyomot, észrevette, hogy a bestia állkapcsa és patái össze vannak kötözve. Valóban, mormogta maga elé, ez egy órával ezelőtt még élt, még meleg a teste. Donna Lauriana hagyta, hogy a férje vizsgálgassa a fenevadat, mert bízott benne, hogy a vizsgálódás nyomán támadt felismerések elősegítik terve megvalósulását. Amikor aztán elérkezettnek látta a pillanatot, két lépést tett előre, megemelintette szoknyája szegélyét, kissé előrehajult, és így fordult Dom Antoniohoz. Most jól láthatja a saját szemével, Señor Maris, hogy sosem beszélek a világba. Hányszor, de hányszor mondtam már önnek, nagyot tévedett, amikor a házunkba fogadta ezt az indián söpredéket. A hölgy most szónoki pózt vett fel, kihúzta magát, fejét feltartotta, és oratóriumi tónusban folytatta, miközben rámutatott a kimúlt bestiára. Itt a fizetség! Az egész család halálos rettegésben él. Ön, ki mit sem sejtve lép ki a háza kapuján, a lánya, aki nem is álmodta, miféle veszedelem fenyegeti, miközben fürödni ment a folyóhoz. A szívverésem is eláll, ha arra gondolok, hogy könnyen fel is falhatta volna ez a fenevad. A fialgó egyszeriben tudatára ébredt a lányát fenyegető veszélynek, és már-már megadta volna magát, de ekkor halk csevegés hallatszott, mely finom selyemruhák sóhogásának a benyomását keltette. A két lány jött beszélgetve lefelé a lépcsőfokokon. Donna Lauriana már mosolygott győzelmén. De még ha csak ennyi lenne, folytatta, de ez nem fog megállni itt. Holnap telerakja a házunkat mindenféle hüllőkkel, rovarokkal, és Isten tudja, miféle szörnyetegekkel. Egy szép napon élve falnak fel bennünket, és csak azért, mert egy istentelen lókötő a fejébe vette, hogy a mi házunkban folytatja undorító boszorkányságait. Dom Antonio nehezen tudta elfojtani a mosolygást. Túlzásba viszi Donna Lauriana. Kétségtelen, hogy Perinek olykor kisé eredeti ötletei vannak, de semmi okunk arra, hogy ezért megharagudjunk rá. Meg kell dorgálni, és akkor majd abba hagyja. Ó, ha úgy ismerné őt, mint ahogyan én ismerem, Señor Maris, fafejű ez, és kész. Dorgálhatja őt itt életnapig. Ő csak folytatni fogja a disznóságait, csak puszta dacból is. Nem osztom az előítéleteit. A hölgy észrevette, hogy kezd kicsúszni a talaj a lába alól. Elhatározta, hogy elhelyezi a döntő szúrást, hangját meglágyította, és szinte sírva folytatta. Tegyen, amint jónak lát, ön férfi, és nem fél semmitől, de én többé aludni sem merek, mert mindig azt hiszem, hogy egy kobra mászik fel éppen a párnáimra. Nappal folyton azt fogom gondolni, hogy egy vadmacska ugrik rám a nyitott ablakon át, meg hogy a ruhám tel is teli van gyíkokkal. Nem, ekkora vértanúságot földi lény nem képes elviselni.
Dom Antonio kezdett komolyan elgondolkodni mindazon, amiket a felesége szájából hallott, és sorra számításba vette mindazokat a kellemetlenségeket és bajokat, melyek az indián cselekedeteiből származhatnak házára. Mégis reménykedett még abban, hogy le tudja csillapítani feldúlt asszonyát, és más belátásra bírhatja. Donna Laureana titokban figyelte férje arcán végső támadása hatását, és azt hitte, győzött. 12. fejezet. A felismerés. Isabel és Cecília csevegbe tért vissza a fürdésből, noha nem minden szorongás nélkül közeledett, messziről hallva a szóváltást a verandán, de amint beléptek az udvarra, szorongásuk egyszerre tovatűnt, megpillantván az öreg fidalgó, mosolygó arcát. Dom Antonio is gyönyörködve nézte lánya szépségét. Valóban, Cecília e pillanatban varázslatosan szép volt. Haja még nedvesen csillogott, és néha egy-egy vízcsepp lehullott vállára, majd eltűnt keblében a ruharáncai között. Bőre olyan fehér és friss volt, mint a tejet csorgattak volna végig rajta, arca, mint feslő rózsa, pirított. A két lány élénken beszélgetett. Az udvarajtónál azonban Cecília lábújhegyen előre óvakodott, majd visszafordult Isabel felé, és ajkára helyezett mutatóujjával intette csendre. Dom Antonio a két tenyerébe fogta lánya ragyogó arcocskáját, és megcsókolta a homlokát. Aztán komolykodva így szólt hozzá. Tudod-e, Cecília, hogy édesanyád nagyon haragszik Perire? Miért, atyám? Valami rosszat tett? Csak amiket szokott. Egyébként te is tudsz a dologról. Majd én elmondom a többit, szólt közbe Donna Laureana, megérintve kezével lánya karját. És elmondta. A legsötétebb színekkel, a legdrámaibb hangsúlyjal ecsetelte, nem csupán a közvetlen veszélyt, melynek az egész ház ki volt éve, hanem a távolabbi kilátásokat, melyek az egész család békéjét és nyugalmát fenyegették. Utalt arra, hogyha valami csoda folytán a házvezetőnője egy jó órája nem jár véletlenül arra, és nem veszi észre az indiánt, amint ördögi praktikákat művelt a jaguárral, minden bizonnyal arra oktatva ki a fenevadat, miként hatoljon be a házba, már mindannyian halottak lennének. Cecília elsápadt arra gondolva, milyen vidáman és gondtalanul sétálgattak a völgyben, és fürödtek meg a folyóban. Isabel szótlan volt, de szeme valósággal ízott. Ennél fogva, nyilatkoztatta ki ellentmondás nem tűrő hangon Donna Laureana, elképzelhetetlen, hogy ezt a pestist még tovább is megtűrjük a házunkban. Mit mondasz, anyám? Kiáltott fel Cecília. Azt kívánod, hogy küldjük előtt? Ehhez kétség sem férhet. Ez a fajta ember, akit nem is vehetünk emberszámba, nem is élhet máshol, csak is a vadonban. Ne hisz, annyira szeret bennünket, annyi mindent tett már értünk, nem így van-e, atyám? Mondta kétségbe esetten a lány, apjához fordulva. Dom Antonio mosollyal válaszolt leányának, mely valamennyire megnyugtatta Cecíliát. Majd megdorgálod őt, atyám, kérlelte a fidalgót Cecília, bár én ezért is szomorú leszek, ő aztán mindent rendbe hoz, és többé nem csinál ilyesmit. És ami nemrég történt? Szólalt most meg Isabel, egyenesen Cecíliához intézve szavait. Donna Laureana, aki a lányok megérkezése óta úgy érezte, megint veszíteni kezd, annak ellenére, hogy nem kedvelte Isabelt, meglátta a lányban a szövetségesét, és azt tette, amit csak ritkán szokott megtenni. Hozzá intézte szavait. Beszélj, lányom, mi mondani valód van arról, ami nemrég történt? Cecília ismét életveszedelembe került. Ugyan, anyám, semmi sem történt azon kívül, hogy Isabel megijedt. Igen, megijedtem, de attól, amit láttam. Mondj el mindent, te pedig addig maradj csöndben, Cecília. A lány anyja iránti tiszteletből többé egyetlen szót sem merészelt szólni. Azonban kihasználva a pillanatot, amint Donna Laureana Isabel felé fordult, hogy hallgassa elbeszélését, néma fejbólintásokkal kérlelte barátnőjét, hogy hallgasson. A lány úgy tett, mint amit sem venne észre ebből, és beszélni kezdett nénjéhez. Cecília fürödni kezdett, én meg ott maradtam a folyópartján. Kisvártatva megpillantottam Perit, amint éppen óvatosan lépdelt egy hatalmas fa egyik vastag ágán az ág vége felé. Kis időre eltűnt a lombok között, aztán egyszerre azt láttam, hogy amint a ledobott kő zuhan le a fáról, alig két lépésre Cecíliától. Hallgassa csak, Szenyor Mariz!
Kiáltott fel Donna Lauriana. Hallgassa csak a csirkefogó újabb gazemberségét! Ugyanabban a pillanatban két pisztollövést hallottunk, melyek annál jobban megrémítettek bennünket, mert a golyó közvetlenül a közelünkben süvítettek el. Nagy Isten, ez nagyobb elvetemültség, mint az ereknekség, sikoltott fel a ház úrnője. De ki adott pisztolyokat annak a lókötőnek? Én, anyám, szólalt meg félénken Cecília. Nos, jobban tennéd, ha imádkoznál, lelked üdvéért, leányom. Az úr bocsássa meg a bal lépéseidet. Dom Antonio, noha már kissé távolabb állt a nők csoportjától, mégis meghallotta Isabel elbeszélését. Arca hirtelen elkomorult, és intett Ceciliának, amint a lány odaért melléje, karon fogta, és sétálni kezdett vele a verandán. Igazat beszélt a barátnőd? Igazat, atyám, de egészen biztos, hogy Peri nem gonoszságból tette, amit tett. Anyád halálosan meg van rémülve, és ez a jövőben még jobban elmérgesedhet. Éppen azért jobb lesz, ha eltávolítjuk őt. Nagyon megbántjuk ezzel. Mi ketten pedig nagyon sajnáljuk, mert becsüljük őt, jelentette ki meghatottan az öreg fidalgó. De nem leszünk hálátlanok iránta. Ki fogom fejezni neki a hálánkat, a tiédet is, a magamét is. Bízd rám ezt a dolgot. Igen, atyám, suttogta a lány, a hálától és csodálattól könnybe lábadó szemmel. Igen, tudom, hogy ön felismeri és becsüli mindazt, ami szép és nemes. Akár csak te, drága Ceciliám, válaszolta az öreg fidalgó, megsimogatva leánya arcát. Ó, én az ön szívébe látok, jóságát meg tudom ítélni legkisebb tettéből is. Dom Antonio magához ölelte lányát. Ó, kéretek valamit? Beszélj, régóta nem kértél semmit, szomorkodtam is emiatt. Megtennéd, hogy kitömeted nekem ezt a vadállatot? Ha kívánod, igen. Ez fog mindig emlékeztetni Perire. Számodra is, akárcsak számomra, mindig te maradsz a legjobb emlékeztető, Reá. Ha ő nem lett volna, most nem szoríthatnálak a karomba. Tudod-e, hogy sírhatnékom támad a gondolatra, hogy el kell mennie tőlünk? Az öreg fidalgó meghatottan bontakozott ki lánya karjából, és az ajtóhoz ment, ahol még mindig várakozott a felesége, Isabel és Aires Gomez. Mit határozott Dom Antonio? Kérdezte a hölgy. Úgy döntöttem, hogy az ön nyugalma és a magam békéje érdekében teljesítem a kívánságát. Még ma, de legkésőbb holnap reggel Peri elhagyja a házunkat. De ameddig még itt lesz, én azt óhajtom, erősen megnyomva az én szócskát, hogy senki a legcsekélyebb sértő szóval se illesse. Peri azért fog eltávozni ebből a házból, mert én meg fogom kérni erre, nem pedig azért, mint a bárki is megparancsolná ezt neki. Megértette, asszonyom? Donna Lauriana, aki érezte férje szavaiban az erőt és határozottságot, meghajtotta a fejét. Magamnak tartom fenn azt a jogot is, hogy beszéljek erről Perivel, tette hozzá az öreg nemes. Aires Gomez, közöld vele a nevemben, hogy beszélni kívánok vele. A fegyvermester meghajolt. A fidalgó távolságában még visszafordult. Valamit elfelejtettem. Tömesd ki ezt a pompás állatot, meg akarom tartani magamnak. Fegyvertermem különlegessége lesz. Donna Lauriana félrefordította a fejét, és kelletlen fintort vágott. És egyben arra is jó, hogy nőm hozzászokjék a látványához, és a jövőben kevésbé féljen a jaguároktól. Azzal Dom Antonio visszavonult. Felesége is visszavonult szobájába, hogy elkészítesse vasárnapi toalettjét és fizuráját. Elégedett volt, jelentős győzelmet vívott ki, Peri végül is kénytelen lesz távozni a házból, ahová voltak éppen soha nem is lett volna szabad beereszteni. Cecília, miután elvált atyától, a ház sarka felé vette útját, és éppen belépett volna a kis kertbe, amikor beleütközött Álvaro lovakba. A fiatalember töprengőnek, sőt nyugtalannak látszott. Donna Cecília, kiáltott fel, amint megpillantotta a lányt. Ó, most hagyjon, szenyor Álvaro, válaszolta Cecília, meg sem állva siettében. Mivel sértettem meg, hogy így bánik velem? Bocsásson meg, most nagyon szomorú vagyok, egyébként nem sértett meg semmivel. Ha az ember hibát követ el... Hibát? Nézett rá csodálkozva a lány. Igen, válaszolta az ifjú, és lesütötte a szemét. Ugyan miféle hibát követett el, szenyor Álvaro? Nem engedelmeskedtem önnek.
Ó, ez valóban súlyos, jegyezte meg a lány, enyhén elmosődva. Ne tréfáljon, Cecília kisasszony, ha tudnám, milyen gyötrelmeket álltam ki emiatt. Ezerszer is megbántam, amit elkövettem, de mégis úgy érzem, ismét csak megtenném. De szenyor Álvaro, nem veszi észre, hogy olyasmiről beszél, amiről nekem sejtelmem sincs? Csak annyit tudok egyelőre, hogy valami engedetlenséget követett el. Emlékezzék csak vissza, tegnap megparancsolta nekem, hogy őrizzek meg magamnál egy dolgot, ami az öné. Igen, válaszolta a lány elpirulva, egy valamit. Ezt a valamit én az ön akarata ellenére tegnap visszajuttattam. Hogyan? Mit beszél? Ó, bocsánatáért esedezem, nagy merészség volt, de... Végül is egyetlen szót sem értek abból, amit mond, kiáltott fel a lány, és türelmetlen mozdulatot tett. Álvaro legyőzte félszegségét, és töviről hegyre elmesélte Ceciliának az este történteket. Cecília hallgatta szavait, és mind komorabbá vált. Szenyor Álvaro, szólalt meg végre is, megróvó hangon. Nagyon rosszul tette, amit tett, nagyon rosszul. Isten őrizzen, hogy a dolog valakinek is a fülébe jusson. Esküszöm a becsületemre. Ez kevés. Önnek saját kezűleg kell helyrehoznia, amit elrontott. Nem nyitom ki addig az ablakomat, amíg el nem tünteti onnan azt a valamit. Kisasszony, dadogta az ifjú sápadtan és megsemmisülve. Cecília felemelte a tekintetét, és akkor annyi keserűséget és kétségbeesést vett észre Álvaro arcán, hogy egészen megindult a látványtól. Ne engem vádoljon a történtekért és a következményekért, jegyezte meg gyönge hangon. A bűnt ön követte el. Érzem, és nem is panaszkodom. Jól tudja, hogy mivel nem fogadhattam el öntől azt, arra kértem, őrizze magánál, mint emléket. Hú, igen, meg fogom őrizni, arra fog inteni, hogy kiengeszteljen bűnömet, de fog emlékeztetni is. Szomorú emlék lesz ezután. Birtoklása boldoggá fog tenni. Ki tudja, jegyezte meg Cecília, kibontva hajából egy odahullott jázmészírmot. Oly édes a várakozás! Elfordult, hogy elrejtse arcok pirulását, és ekkor vette észre Izabelt, aki nem messze állva égő szemmel figyelte a jelenetet. A lány ilyetten felkiáltott, és gyorsan belépett a kis kertbe. Álvaro a levegőben elkapta a virágot, melyet Cecília ujjai hulladtak el, és megcsókolta, azt hívén, hogy senki sincs a közelben. Amikor aztán tekintete véletlenül Izabelre esett, olyan zavarba jött, hogy tudtán kívül maga is elejtette a szirmot. Izabel odalépett, lehajolt, felvette a földről, és miközben átnyújtotta a lovagnak, félreérthetetlen hangsúlyjal ezt mondta. Ez is jóvá tétel. Álvaro elsápadt. A lány minden ízében remegve elhaladt előtte, és belépett Cecília szobájába. Cecília megpillantván Izabelt elpirult, és fel sem merte emelni a tekintetét, sejtve, hogy barátnője mindent látott és hallott. Az ártatlan leány először életében érezte, hogy olyas valamit rejteget a szívében, amit másoknak nem szabad látniuk. Izabel, akit ellenállhatatlan érzelmei ragadtatták odáig, hogy úgy szólván betört Cecília magánszobájába, hirtelen émen megbánta, amit tett. Hallatlan zavart érzett, leroskadt Cecília ágyára, és fel sem merte emelni a szemét. Így telt el néhány ólomlábú perc. Aztán a két lány szinte egyszerre emelte fel a pillantását. Mind a ketten az ablakpárkányra tekintettek. Pillantásuk ott keresztezte egymást, és erre mindkettő ismét mélyen elpirult. Ceciliában fellázadt valami. A vidám és csintalan lány, aki szívének egy sarkában a kacagások és bohóságok alatt apja jellemének szilárdságát őrizgette, sértve érezte magát, hogy arcán a szégyen pírjával kell állnia valaki előtt, mint a vétkes volna. Erőt vett magán, és erős elhatározásra jutott, és ezt az átalakulás szemöldökének egy alig látható kis ideges rándulása jelezte. Izabel, nyisd ki ezt az ablakot! A lány összerezzent, habozott kissé, de aztán mégis végig lépkedett a szobán, mohó, égő tekintettel vizsgálta az ablakot, és környékét, majd kinyitotta a szárnyakat. A párkányon nem volt semmi. A feltörő érzelmek annyira elragadták Izabelt, hogy önkéntelenül is visszafordult barátnője felé, és örömteli kiáltásban tört ki.
arcán mennyei boldogság tükröződött, a szerelmes nő diadalmas öröme. Cecília csak rámerett barátnője arcára, és semmit sem értett. Aztán mind jobban megvilágosodott előtte a dolgok értelme, és akkor a csodálkozás, a megrökönyödés ült kivonásaira. Isabel! A lány térdre esett Cecília előtt. Elárulta magát. 13. fejezet. Az indián nő. Isabel elbeszélése Peri váratlan megjelenéséről és a két pisztolylövésről, melyeket az indián adott le, szó szerint igaz volt. Alig úszkált, ugyanis talán 5 percet a szép lány a folyam hullámaiban, a fatetőn figyelő Peri az egyik bokorban 2 ólálkodó indiánt vett észre. A fa ágain közelük belopózkodtak, és akkor vette észre, hogy mind a kettő kezében íj feszül, és az ívet éppen felhúzva, a mérgezett végű ívvesszőkkel megcélozzák a gyanútlanul fürdőző leányt. Peri tudta, hogy késő lenne figyelmeztetni a lányt, minden másodperceken múlott. Már az sem használt volna, ha megijeszti a 2 indiánt, vagy magára tereli a figyelmüket. Onnan, ahol állt, biztonságosan célozni sem lehetett, mert a célzást lombok és ágak szövevénye gátolta. Egyetlen lehetősége maradt. És Peri levetette magát a fa ágai közül. Éppen abban a pillanatban zuhant rá a 2 indiánra, amikor azok eleresztették a kifeszített íjhúrját. A zuhanó test súlya félreütötte kezükben az íjat, és az elröppenő vesszők egészen más irányt vettek. Az egyik Peri hajába fúródott, majd ártalmatlanul a földre esett. A másik felső karját horzsolta, és kissé távolabb fúródott az egyik fa törzsébe. Peri szúró fájdalmat érzett, de nagy erőfeszítéssel felemelte mind a 2 karját, és mind a 2 pisztolya egyszerre lőtt a támadók felé. A 2 indián átjukasztott koponyával terült el a földön. Peri szeme előtt karikák táncoltak. Érezte, hogy ereje fogytán van, ájulás kerülgeti. Lábai, mint a kicsúsztak volna alóla, közel volt ahhoz, hogy elvágódjék a földön. Hallatlan erőfeszítéssel egy fa törzséhez vonszolta magát, és hátát nekivetette a széles törzsnek. Érezte, hogy a fa kéreg mézgája ragacsosan a hátához tapadt. Nagy kínnal felemelte karját, félfordulatot tett, kezével annyi mézgát kapart le a kéregről, amennyit csak képes volt, és az egész mennyiséget rákente a nyilvessző ütötte sebre. Hosszú percekig állt így lehunyt szemmel, mozdulatlanul a fának dőlve. Egyszerre érezte, hogy erői lassan visszatérnek elgyengült tagjaiba. A természet csodát művel gyermekével, aki maga is a vadon szülötte volt. A friss mézga balzsamként hatott a mérges sebre, és gyorsan kitakarította onnan az ártó anyagokat. Peri mélyet lélegzett. Eszébe jutott Cecília. Összeszedte erejét, és elindult az őserdei bokrok és liánok között. Egyelőre maga sem tudta pontosan merre. Még túlságosan bódult volt a sebesüléstől. Egyszerre csak megtorpant, és a talajra szegezte tekintetét. Friss lábnyomokat vett észre a földön. Lehajolt, alaposan megvizsgálta őket. Biztos volt benne, hogy a friss nyomok női lábtól származnak. Egy indián nő járt arra nem sokkal azelőtt. Peri rávetette magát a nyomokra. Szinte pillanatnyi szünetet sem tartott, futás közben vizsgálgatta a fákat, a bokrokat, a füvet, a letört ágakat, és mindazt a számtalan apró jelet, melyek más közönséges embernek fel sem tűnnének, de az indián szemében valóságos nyitott könyvet alkotnak, melyből biztosan kiolvassa a történteket, és melyek alapján hibátlanul tájékozódik. Talán különösnek tűnhetik valaki előtt ez a szívós hajsza, de Perinek alapos oka volt rá, hogy kövesse az indián nő nyomait, és mihamarább elérje a nyomok tulajdonosát. Az események megértéséhez meg kell ismernünk bizonyos részleteket az elmúlt napok történetéből. Menjünk át vissza kissé az időben, és nézzük meg, mi esett meg a Pakkerer partján. A holt hónap végén az Aymoré indiánok egy törzse ereszkedett le a Serra del Orgaos fejtőin, hogy különféle gyümölcsöket gyűjtsön, borokat készítsen, és általában élelmiszerkészletekkel lássa el magát hosszabb időre. Tudnunk kell, hogy az Aymoré indiánok emberevők voltak. Maradványaik napjainkban is azok, és úgy tartották őket számon, mint Brazília a legkegyetlenebb és legvérengzőbb benszülötteit.
A törzs egyik családja néhány nappal ezelőtt vadászgatás közben eljutott a Pakkerer folyam partjára is. A család 4 tagból állt. Férj, feleség, egy fiú és egy nagylány. Ez utóbbi kivételes szépségű indián nő volt, akinek birtoklásáért valamennyi aimoré harcos versengett. Apja, aki maga is főnök volt, végtelenül büszke volt lányára. Így festettek a dolgok, amikor pénteken délelőtt 10 órakor Peri útnak indult, hogy teljesítse kis úrnőjének kívánságát, aki, mint tudjuk, egyszer azt ejtette ki a száján, hogy élő jaguárt szeretne látni közelről. Peri vidáman haladt a vadonban, és közben egy bájos kis erdei madár hangját utánozta, melynek jellegzetes rikkantása nyomán a ceci hangutánzó nevet adtak. A szónak egyébként szomorú jelentése van a guarani nyelvben, annyit tesz, mint bánkódni, gyötrődni, fájni. Az indián sietett, hogy mielőbb teljesítse Cecília kívánságát, és elejtse azt az állatot, melynek később oly fontos szerep jutott ebben a történetben. Mivel nem elégedett volna meg holmi kis jaguárral, oda igyekezett, ahol az igazi pompás példányok tanyáztak, vagyis a Paraíba folyó partjaira. Éppen egy tisztás széléhez érkezett, amikor borzas kis kutya ugrott ki a bokrok közül. A kutyát gyönyörű fiatal indián nő követte, de alig lépett ki a fák közül, puskagolyótól találtam, összeesett. Peri szétnézett, hogy megállapítsa, honnan eredt a váratlan golyó, és akkor megpillantotta az öreg fidalgó fiát, Dom Diogo de Marist, aki kényelmesen sétálva közeledett feléje, két másik vadász kíséretében. Amint kiderült szavaikból, a fiatalember egy ritka madárra célzott, és amikor éppen lőtt rá, az erdőből kiugrott a szép indián lány. A golyó a testébe hatolt, és holtan esett össze. A kutyus üvöltve vonítva vetette magát gazdája földön fekvő és vérző tetemére. A kezeit nyalogatta, fejét pedig vérző nyakához dörzsölgette, mint a így akarná életre kelteni. Dom Diogo fegyverére támaszkodva, sajnálkozva nézte fiatal áldozatát. Vadásztársai nagyot kacagtak a váratlan zsákmányon, és pikáns megjegyzéseket tettek a lány szépségére. Hirtelen a kutyus, mely addig egyre cirógatta és nyaldosta a szép lány tetemét, felkapta a fejét, beleszimatolt a levegőbe, aztán, mint a kilőtt nyilvessző, eltűnt a fák között. Peri, aki szótlanul nézte végig a jelenetet, azt tanácsolta Dom Diogónak, hogy sürgősen térjen haza, és ne is mutatkozzék a környéken, maga pedig folytatta útját a jaguár felhajtására. Az előbb átélt jelenet mélyen elszomorította, eszébe jutott saját törzse, testvérei, akiket olyan régen elhagyott, és akik talán azóta áldozatul is estek földük meghajlítóinak, ahol egykor szabadon és boldogan éltek. Jó félmérföldnyi menetelés után messziről tábortüzet vett észre a fák között. Körülötte két indián és egy indián nő üldögélt. Az idősebbi, egy hatalmas termetű vadember, a kapivára nevű növény hosszú és vaskos leveleit erdei nádak vastag szárára kötözte, aztán egy nagy kövön élesítette ezt a szörnyű szúrófegyvert. Asszonya gyapott fonással foglalatoskodott, nagy türelemmel válogatva a gombolyagok között. A fiatalabbik indián mindenféle gyümölcsöket bontott fel és válogatott céllyal. A nyílt tűz mellett egy magas, öblös edény volt látható. Az indián nő időnként nagy, száraz leveleket hullatott bele, és olyankor az üvegből sűrű füst szállt fel. A két indián egy pipaszárhoz hasonló csövön keresztül mélyeket cippantott a füstből, míg a szemük könnyben nem lábadt. Akkor visszatértek előbbi munkájukhoz. Abban a pillanatban, amikor Peri a távolból észrevette ezt a jelenetet, a kicsi borzas kutya beugrott a tisztás közepére. A rohanástól alig lihegett, de arra még volt ereje, hogy teljes lendülettel nekiessék a fiatalabb indián tollas övének, és jó 4 lépésnyire taszítsa hátra, hogy a fiú majdnem felbukott. Aztán ott hagyta a legényt, és odafutott az asszonyhoz, megismételve ugyanazokat a felindult mozdulatokat. És mintha csak azt hitte volna, hogy mindebből mégsem fogják megérteni, mit akar mondani, felugrott a gyapott bála tetejére, és dühötten harabdálni kezdte. Az asszony ekkor felkapta, megrázta, körös körül megnézte az oldalait, végül a lábait vizsgálta meg. Ott vette észre a vérfoltokat. Még izgatottabban vizsgálta meg ezután az állatkát, és miután a testén a sebesülésnek legcsökélyebb nyomát sem találta, rémülten tekintett körül,
és reked torok hangon felkiáltott. A férfiak, akik eddig nem sokat hederítettek a kutyusra, most kérdően tekintettek fel foglalatosságuk mellől. Válaszul az indián nő felmutatta a vérfoltos kutyát, aztán fájdalomtól elcsukló hangon egyetlen szót ejtett ki Peri előtt ismeretlen nyelven. De erre a szóra a fiatalabb indián nekiíramodott, és úgy tűnt el a fák között a kutya nyomában, mely most vezetőül szolgált neki, mint a puskából lőtték volna ki. Az óriás indián és az asszony tempósabban szegődtek a nyomába. Peri tökéletesen megértette a jelenetet, mely a szeme előtt játszódott le. Aztán ő is folytatta útját a maga ösvényén, és közben arra gondolt, hogy a gondatlan vadászok talán már az indiánok ható távolságán kívülre kerültek azóta. Ezeket élte át Peri pénteken. A többit világosan felfedte előtte mindaz, ami Cecília vasárnapi fürdőzése közben megesett. A két indián megtalálta lányuk holttestét, és felfedezték rajta a gólyónyomot. Egy ideig hiába keresték a vadonban a vadászok nyomait, míg nem a hazatérő lovas csapat megpillantásakor mindent megértettek. Egész éjjel a nagy ház körül ólálkodtak, és amikor vasárnap reggel megpillantották a fürödni induló két lányt, elhatározták, hogy rajtuk állnak bosszút, hiszen a bosszú volt az egyetlen íratlan törvény az életükben. A betolakodók megölték a lányukat, jogosnak érezték, hogy ők is megöljék ellenségük lányát. Életet életért, könnyet könnyért, megaláztatásért megaláztatást. Hogyan akarták végrehajtani bosszújukat, és milyen véget értek, már tudjuk. A két indián örök álmát alussza a Pakkerer partján, és tetemeiket soha nem fogja elföldelni baráti kéz. Mindezek után nem nehéz megérteni, miért követte nyomon most Peri az indián nőt, a szerencsétlen család utolsó életben maradt tagját. Jól tudta, hogy egyenesen a törzséhez siet, és egyetlen szavára az egész törzs fegyvert ragadt, hogy megbosszulja főnökének és az Aymorék legszebb virágszálának halálát. Peri ismerte ennek a hazátlan vad népnek a kegyetlenségét, mely farkasok módjára élt a vadonban és emberhússal táplálkozott, és a puszta földön vagy természetes barlangokban hált, ha valahol hosszabban elidőzött. Megremegett a puszta gondolattól is, hogy ez a vad horda megtámadhatja Dom Antonio de Maris házát. Kegyetlen tetre szánta el magát. Ki kell írtani az egész családot, hogy írmagja sem maradjon, aki bosszúra szítetne a törzset. Mialatt mindezeket meghányta vetette magában, és erre az elhatározásra jutott, mint egy jó órát vesztegedett el azzal, hogy keresztül kasó cserkészte az erdőt az indián nő nyomai után. Teljesen hiába. Az asszony bizonyára igen nagy előnyre tett szert, mialatt ő a sebesüléstől elgyengülve a nagy fa törzse mellett igyekezett új erőre kapni, és a fa mézgájával ápolgatta sebét. Mivel reményesen lehetett a nő utolérésének, arra az elhatározásra jutott, hogy azonnal értesíti Dom Antonio de Mariszt, hogy az öreg fidalgó megtehessen minden szükséges óvintézkedést a fenyegető veszély elhárítására. Eközben kis mohás tisztásra ért, melyen csak itt-ott árválkodott néhány napégettel szegényes fűcsomó. Gyorsan akart átvágni rajta, és amint a talajt vizsgálgatva előre haladt, hirtelen meglepő látvány kötötte le a figyelmét. A földön, közvetlenül a lába előtt egy kis kutya vonaglott. Azonnal felismerte, ez a kicsi kutya volt a szép indián lány kíséretében, amikor azt a halálos lövés érte, és ez vezette nyomra a család többi tagjait, így az anyát is. Lehajolt a kis állathoz, és ekkor vette észre, hogy annak a nyakát valósággal kitekerték. Feltépett bőre alól hegyesen meredt ki eltört hátgerince, de még élt. Peri azonnal látta, mi történt a kutyával. Ilyen sebet csak emberi kéz tud ejteni, állat, vagy a fogait, vagy a karmait használta volna az ölésre, és akkor mart sebb látszanék az állattestén. A következtetés kézenfekvő volt. A kutya az indián családé volt, a családból csak az asszony maradt élve, aki nyilván észrevette, hogy a nyomában vannak, az őt kísérő kis kutyát tehát megfojtotta, hogy ne vezethesse nyomra üldözőjét. Peri jól tudta, hogy a gerincoszlop eltörése a nyakszírt alatt szinte azonnali halált okoz. Eljelből ítélve az asszony még nem távozhatott messzire. Peri mégis feladta a reményt, hogy valaha is megtalálja. Jól tudta, ha egy indián a vadonban azt akarja, hogy ne leljenek a nyomára,
akkor őt soha senkinek nem sikerül megtalálnia. Alig gondolta végig ezeket, megtorpant, majd a földre hasalt, és hosszan a fűre tapasztotta a fülét. Két ízben is felemelte, aztán a fejét, majd ismét a földre szorította fél arcát. Amikor hosszú idő után végre felkelt, arca mélységes meglepődést, sőt elképedést fejezett ki. Valamit hallhatott, amiben még kételkedni látszott, és szinte hajlandó volt azt hinni, érzékszervei becsapták. Átkúszott a tisztás keleti oldalára, minden pillanatban a földre szorítva a fülét, míg nem elérkezett egy nagy élő sövény elé, mely a talajnak egy bemélyedéséből tört az ég felé. Akkor felemelte arcát, oda tartotta a légáramlásnak, és nagyon lassan megindult szélirányba. Pár rövid lépés után zavaros távoli mormolás szűrődött hozzá, majd pedig valamilyen gép vagy eszköz zaja, mely a földet túrta. Lábújhegyre emelkedett, hogy jobban hallhassa, esetleg meg is pillantassa a távolban ez a jog forrását, a hatalmas törzsekből és liánokból álló élősövény azonban megakadályozta ebben. Csak aki már járt életében dél-amerikai vadonban, és maga is szembe került ilyen élősövénnyel, melyet százados fatörzsek és a közöttük felburjánzott liánok és más tüskés cserjék alkotnak, az alkothat fogalmat magának arról, milyen akadály tornyosult Peri elé. Mindazonáltal, gondolta Peri, ha emberek tartózkodnak a sűrű növényfal túlsó oldalán, azoknak is csak be kellett oda jutniuk, és ez nem történhetett másképpen, mint valamelyik hatalmas fa ágain át, vagyis egyik oldalon felmásztak valamelyik fára, és az élő sövényen túl leereszkedtek a rejtek helyre. Peri éppen tanulmányozni kezdte a fákat, amikor egy férfi hang, melyet felismerni vélt, erősen és érthetően ezt kiáltotta. Perdió, itt van! Az indián most már teljesen bizonyos volt, ki ennek a hangnak a gazdája, és éppen ezért eltökélte, mindenáron megtudja, mit művelnek ezek az emberek a sövény túlsó oldalán. Éles ösztönével megérezte, hogy odaát veszedelem ólálkodik, melyet ártalmatlanná kell tennie, ellenségek tanyáznak ott, akik ellen fel kell vennie a harcot. Talán sokkal veszedelmesebb ellenségek, mint az emberevő aimorék, mert amazok vadak, akik ellen nyíltan lehet harcolni, emezek azonban mérges kígyók, melyek levelek és virágok alá bújva készülnek alattomos támadásra. Elfeledkezett minden másról, indián nőről és döglött kutyáról, és gondolatai egyetlen célköré csoportosultak. Kihallgatni azoknak az embereknek a beszélgetését, és abból megtudni, kicsodák és mit terveznek. Hogyan valósíthatja meg szándékát? Töprengeni kezdett a megoldáson. Óvatosan elindult az élő sövény mentén, és amint lépdelt, rájött, hogy a hangok és a földet túró vas zaja egyik helyen tisztábban kivehetők, mint a másikon. A földre szegezett szemmel fontolgatta a megoldást, amikor tekintete egy bizonyos pontra esett. Odarohant, lehajolt, és arcán boldog mosoly ragyogott fel. Két tenyér magas, süvegcukorszerű kúp volt a talajon, vagyis a jól ismert hangyaboly dombocskája, mely abból a földmennyiségből keletkezik, amit a szorgos kis állatok a föld alól kihordanak, amikor tágas föld alatti folyosóikat és termeiket kiválják. Peri óvatosan beletúrt a dombocskába. Hangyáknak nyoma sem volt benne. Letakarította a dombocskát annyira, hogy láthatóvá vált a hangyajárat nyílása is, de még mindig semmi jelét sem látta a hangya közösségnek. Valamilyen okból elhagyhatták a bojt. Számításában nem csalódott. A kis föld alatti folyosón át, akár egy természetes hallócsövön, tisztán kivehette a túloldalon folyó beszélgetés szavait. Leült a nyílás mellé, odahajolt és hallgatózott.